Polgármesteri fogadóra ebben az esztendőben az utolsó alkalom, hogy vendégünk Kőbánya polgármestere, és rögtön önöknek egy találós kérdéssel kezdem. Mi az, ami ajándéknak is fölfogható, miközben eltűnik? A választ várjuk a polgármester úrtól, hiszen egy ilyen projekt éppen ezekben a napokban fejeződik be. Hát ha egyre gondolunk, vagy ha a találós kérdésre jó választ adok, akkor talán az egyik megfejtés, bár több is lehet, az egyik megfejtés a ligettéri szolgáltatóháznak a bontása, hiszen karácsonyra reményeink szerint ez el fog tűnni, bár sokan nosztalgiával gondolnak erre az épületre, ifjúságuk helyszíneként, van, aki az elveszett teniszlabdáját reméli, hogy majd a bontók megtalálják, de be kell látni, hogy az épület felett eljárt az idő, a szolgáltatásait már nem tudta nyújtani, ezért az észre döntés azt gondolom mindenképpen a bontás volt. Most látszik egyébként, amikor eltűnik az épület, hogy milyen pici alapterületen is állt mindez. Ide bármilyen egyéb funkciót telepíteni, kereskedelmet, szolgáltatás, parkolás nélkül, a kiszolgáló létesítmények, áruszállítás, feltétlenek biztosítás nélkül lehetetlen lett volna. Egy parkosított területet fognak nyerni ezzel a kőbányaiak. Hangsúlyozom, nem játszóteret, nem pihenőparkot, egy zöld felületet, erre alkalmas, és azt gondolom, hogy ráadásul a városkapu is, egy újabb városkapu keletkezik, a templom más irányból is megnyílik az ide látogatók, ide érkezők elől, tehát látványában is szép lesz. Egyébként lehet, hogy majd egy esztendő múlva, vagy valamikor ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy egy újabb olyasmi legyen itt az asztalon, mint ami most is. A két bögre mellett ott van egy érem, amelyet Kőbánya önkormányzata kapott nemrégiben a köztér megújítási ténykedéséért. Nem nagyon szokott idehozni ilyen érmeket, de úgy tűnik nekem, hogy dagad a keble a büszkeségtől, nem igaz? Valóban büszkék vagyunk rá. Meggyőződésem, hogy az újhegyiek is, hiszen az újhegyi sétány megújításának az első üteme, meggyőződésem, hogy szerint kiválóan sikerült, és nem csak mi gondoljuk így, hanem a szakma is, hiszen köztér megújítási nívódíjat kapott. Egyébként nem az első, amit az elmúlt évek során kapunk, hiszen az új köztemető előtti körforgalom, kapcsolódó környezet kialakítása is nívódíjas lett. A ligettér ez egy kisebb projektnek ígérkezik, véletlen ez nem üti át azt a határt, amivel nívódíjat lehet kapni, de szerintem olyan szép lesz, hogy meg is érdemelni akár. Viszont az újhegyi sétány megújításának kész vannak a tervei, az északi oldallal folytatjuk, és a terveket látva, ismerve meggyőződésem, hogy megint a nívódíj felé haladhatunk, ha sikeres lesz a kivitelezés is. Amikor az elején ezt a bizonyos találós kérdést feltettem, akkor azt mondta, hogy lehetne akár több válasz is, és elgondolkodtam azon, hogy vajon mire gondol, mert én csak egyre gondoltam a ligettérre. Nekem a tűzifa jutott még eszembe, hiszen egy karácsonyfát is emeltünk, tűzifából emeltük, de ez adomány, ugye? Adomány lesz, illetve szociális támogatás azoknak, akik fával fűtenek és rászorulók. Megvannak már az igények, a határozatok megszülettek, hiszen itt határozatban dönt arról a képviselő testület nevében eljáró, hogy kikapja a tűzifát, ki fogja szállítani a kőkert az ünnepet követő első napokban. Hát ez is el fog tűnni, el fog égni, de azt gondolom, hogy közben sokaknak okozott örömöt a télen a látványa, majd pedig a meleg otthon másoknak. Ennek a programsorozatnak a része volt az, hogy egy merész ötlettel bögréket kezdtek árusítani, és ebbe aki ilyet vett, kapott egy bögre meleg ital, de a pénz meg a kasszán túl más helyre is megy, hová? A gyermekek átmeneti otthonának a lakói kapják ezt a támogatást. Igazából azért pénzt kértek, és nem különböző tárgyakat, ajándékokat, hiszen az otthon jó felszerelt, viszont vannak olyan programok, amelyekre nehezebben jutnak el, hiszen az itt lévő gyerekeknek nincs zseppénze, tehát az otthon viszi el őket moziba, színházba, állatkertbe, vagy egyéb kulturális programra kirándulni, túrázni, és a vezető azt
kérte, hogy ilyen típusú programok megvalósításához adjuk a támogatást, és a kőbányaiak örömmel adták, hiszen több százer forint gyűlt össze, úgyhogy bízom benne, az átmeneti otthon jövendőbeli jelenlegi lakóinak valóban gazdag programot tudunk ezen keresztül biztosítani. Azt egyébként lehet érzékelni, hogy mind ön, mind munkatársai járják Kőbánya különböző szervezeteit, civil szervezeteit, létesítményeit, és ebben az ünnepi szezonban még az átlagosnál is többször fordul elő, hogy valamit visznek magukkal különböző jótékonysági akciók keretén belül. Summázná, hogy voltak éppen mi az, amit úgy érez, hogy sikerült elérniük? Úgy vélem, hogy az a támogatási rendszer, amit kialakítottunk minden családhoz, eljut kellő időben, eljut, és a karácsonyi csomagok, amelyből 1600-at sikerült átadni a szociális étkeztetésben, hiszen minden nap étkeztetünk a Maglódi úton, a baptista szeretett szolgálattal karácsonykor kicsit gazdagabb menüt tudott adni, beiglit is vásároltunk a hajléktalan sorban, vagy éppen rászorulók részére, hiszen nem csak a hajléktalanok étkeznek ott, de a nyugdíjas szervezeteknek is biztosítottunk 100-100 000 forintot, tehát minden szervezetnek, és látom, hogy ebből milyen bensőséges kis ünnepségeket szerveztek, hogyan támogatják akár egy-egy klubom szervezeten belül is a rászorulókat apró ajándékokkal, de azt gondolom, hogy példaértékű a vagyonkezelő munkatársainak is a gyűjtési akciója, most már második alkalommal egy teherautónyi élelmiszert, higién és holmikat, vegyi árut, nagyon sok mindent adtak össze a dolgozók, és ezt eljuttatták a Dévaim Szent Ferenc Alapítvány Tusnádi otthonába. Most már második alkalommal, ez egy milliós nagyságrendű támogatás, ami összegyűlt így módon. Tehát Kőbánya lakossága, kőbányai dolgozók, kőbányai szervezetek megmozdulnak a karácsonyi időszakban is. Évközben is egyébként ez a jellemző, nyilván ilyenkor egy kicsit felerősödik a karitativitás. Nem ennek a jegyében, hanem voltak éppen folyamatosan működik önöknél az a szisztéma, amely egy olyan szervezetben, amelynek, ha jól emlékszem, 2500 körüli alkalmazottja van, tehát az önkormányzati intézményrendszeren belül nagyon lényeges, hogy tudnilik fogyatékos barátnak minősülnek önök is, mint munkáltató, és ezért elismerést is kapott az önkormányzat. Azon belül pedig még egy külön díjat is kaptak, éppen azért, mert nem csak a saját alkalmazottaik szempontjából, hanem az ügyfelek szempontjából is fogyatékos barátnak minősítették önöket. Ezt hogy értékeli? Azt gondolom, hogy ez megint csak példaértékű, de ez a természetes. Azt kell, hogy legyen a természetes. A munkavállalók között nagyon sok csökkent munkaképességű, megváltozott munkaképességű, vagy akár fogyatékkal élő dolgozik. Akár a térfigyelőközpontban, vagy más munkaterületeken, ahol mondjuk nem szükséges a látás a munkavégzéshez, például egy telefonközpontban, ott bizony olyan munkavállalókat alkalmazunk, vagy részesítünk előnyben, akik más munkahelyeken esetleg nem találnának munkát. De ami nagyon fontos díj, hogy az ügyfélbarát tekintetben is külön díjas lett, elismert lett a Kőbánya önkormányzat, hiszen az ügyfelek kiszolgálása az új ügyfélközponttal az teljes mértékben akadálymentesített ma már. Polgármester úr, itt az év vége. Ünnepi szezon van az ön számára. Ez mit jelent, mint polgármesternek, mint magánembernek, hogy tölti az ünnepeket? Hát a december az nagy kihívás jelentett, ezt be kell látni, nagyon sok helyre ellátogattam, sokakkal találkoztam karácsony kapcsán. Nagyon jó érzés volt. Bevallom őszintén, hogy el is fáradtam így évvégére, ezért az ünnepi napok majd a család körében azt gondolom, hogy leginkább pihenéssel fognak telni, kis játékkal, ez
nagyon kedves időtöltésünk nekünk, és hát készülünk a következő évre, mert számos kihívás áll előttünk. Úgyhogy én minden kőbányinak azt kívánom, hogy a karácsony ideje alatt, az ünnepek alatt a családjával tudjon együtt örülni, pihenni, feltöltődni, és egy nagyon sikeres új esztendőt kívánok mindenkinek, lesz dolgunk jövőre is. Minden jót Öröknek, és köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm szépen.